Jó reggelt kívánok! 2021. július 14-én, szerdán. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk! Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te akarsz szeretni bennünket, te akarsz meggyógyítani bennünket, te akarsz üdvözíteni minket. Urunk, sokszor mi nem jutunk el odáig, hogy akarjunk igazán valamit. Sokszor akarat gyengék vagyunk, sokszor nem akarunk igazán veled sem foglalkozni. Köszönjük, hogy te nem adtál fel minket. Köszönjük, hogy te kitartóan újra meg újra küldöd az üzeneteket, hogy mennyire szeretsz, és azt várod tőlünk, hogy téged viszont szeretve engedelmeskedjünk neked. Kérünk, te szólíts meg most is minket. Add, hogy megértsük a te ígédet, és gyógyuljon a mi lelkünk. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszt olvasom, Isten igéjét, amint írva található a Márk írása szerint való evangélium első részében, a 40. verstől a 45. verssel bezárólag a következőképpen. Oda ment hozzá, tudnélik Jézushoz, egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: akarom, tisztulj meg! És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. Jézus ráparancsolva azonnal elküldte, és ezt mondta neki: vigyázz, senkinek ne mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánd fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, ahhoz, hogy egy kicsit árnyaltabban lássuk és megértsük a dolgot, jó, ha tudjuk, milyen betegség is ez a lepra. Szokták a TBC-hez, a tuberkulózishoz is hasonlítani. Abban a korban, amikor Jézus él, gyógyíthatatlan betegségnek minősül, és mivel fertőző betegség, ezért elkülönítik azokat, akik leprások, ha pedig mindenáron nekik menni kell valahova, akkor egy csengőt kell rázva maguk előtt, csengőt rázva kell menniük, és kiabálni, hogy leprás, leprás, hogy időbe ki tudják őket kerülni. Sokáig így volt ez az emberiség történetében. Ma már a lepra gyógyítható betegségnek minősül, legalábbis bizonyos fajtája legelterjedtebbek, olyan 2-10 hónap alatt gyógyítható antibiotikumos kezeléssel. A bőrt támadja meg elegészen odáig, hogy akár a testrészek elvesztésével is járhat. Abban az időben mindenképpen halállal járt. Halálos betegségnek számít, és kiközösítik azt, aki leprás. Hogyha valaki meggyógyult a leprából, az körülbelül olyan volt, mintha a halálból jött volna vissza. Ha valaki leprást tudott gyógyítani, az olyan volt, mintha valaki halottat tudna feltámasztani, a zsidó hagyomány szerint. Belegondolunk, hogy de jó, hogy ma már nincs lepra. Igen, ám, de ma is vannak olyan betegségek, amiről úgymond köztudott, hogy halálos, áttétes rák. Mégsem közösítik ki már azokat, akik ilyen betegségben vannak. Leginkább azért, mert ez nem ragályos. Valójában van egy betegség, ami mindannyiunkat összeköt, és halálos is. Bűn, így hívják. A bűnbe bele fogunk halni. A bűn miatt keresztül kell mennünk a halálon. És ebből megtisztítani egyedül Jézus Krisztus tud minket az ő vére által. Ez a leprás tesz egy bátor lépést. Áthágja a társadalmi szabályokat, nem hajlandó tudomásul venni, hogy ő nem közelíthet senkihez, ezt olvasjuk, oda ment hozzá egy leprás. Oda ment, oda lépett hozzá, közelebb megy hozzá, mint amennyit megenged a social distancing, a társadalmi távolságtartás, talán ismerőssé vált ez utóbbi időszakban ez a kifejezés. És Jézus nem küldi el.
Azt mondja neki ez a leprás, hogy ha te akarod, akkor te meg tudsz tisztítani engem, képes vagy arra, hogy megtisztíts engem. Milyen hitről tesz bizonyságot, hallva azt, hogy Jézus miket tett, felméri magában, hogy ez az ember nem pusztán csak egy ember, az Isten ember képes őt is megtisztítani. És azt mondja, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus, ezt olvassuk, hogy megszánta. Az a szó, ami itt szerepel, a belső szerveket jelöli. Mi nekünk is vannak ilyen kifejezésünk. Megesik a szíve rajta, meghasad a szíve. Szoktuk azt is mondani, hogy görcsbe rándul a gyomra, vagy hogyha valaki szapor a légzéssel, elkezd zilálni. Olyan belső érzelmet vált ki, amely tulajdonképpen a szánalommal, a megszánással kifejezhető, de egyfajta belső szervi fájdalmat is hordoz. Megesik a szíve Jézusnak ezen az emberen. Mert tudja, hogy ő képes rá, és látja, hogy a másik akarja. Kétféle akarat találkozik. A gyógyulásra való akarat és a gyógyításra való akarat. A legtöbb minden ezen a földön akarati síkon dől el. Akarati síkon dől el az, hogy valaki le akar-e szokni a dohányzásról. Akarati síkon dől el az, hogy az ördögnek engedelmeskedem, vagy inkább Istennek. Akarati síkon dől el nagyon sok minden. Vajon képes vagyok-e a csatákat megnyerni akarati síkon? Állítólag a győztes és a vesztes között csak az a különbség, hogy a vesztesek hamarabb feladták. Fejben dől el. Fejben dől el az akarati döntés az, amely szinte előre borítékolja az eredményt. Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e változtatni a jól megszokotton? Akarsz-e az Istennek szolgálni? És lehetne sorolni oly sok mindent elegészen odáig, hogy akarsz-e ellenállni a kísértésnek? Akarod-e elkerülni a bűnt? Ezek mind-mind benne vannak abban, amikor Jézus azt mondja, hogy ha akarod, megtisztíthatsz, Jézus pedig így válaszol, akarom, tisztulj meg. Vajon képesek vagyunk-e még erre? Hogy akarjuk? Ha nem, akkor kérd Istentől, hogy először az akaratodat állítsa helyre. Nem úgy, hogy a saját magunk feje után menve akarjunk valamit, hanem meglássuk, hogy mi az Isten akarata. Szinte naponta elmondjuk. Legyen meg a te akaratod, amikor a mi atyánkot imádkozzuk. Eljutni odáig, hogy mindezáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezt jelenti az akaratnak az átadása. Különben marad a bűnnek szolgáló szolgai akarat, milyen élet az, ha egy dolgot akarsz. Vajon felszabadította-e már az akaratomat az Úr Jézus? Arra, hogy igazán őt szolgáljam. Arra, hogy őt akarjam szolgálni. Ezután Jézus ezt egész egyszerűen meggyógyítja. Eltakarodik a lepra. Jézus pedig rá ripakodik erre az emberre. Nagyon kemény szót használ itt a görög. Szinte kiabál Jézus ezzel az emberrel. És megparancsolja, hogy nem mondhatja el, hogy ki gyógyította meg, vagy milyen erővel. Azt is elmondja, hogy mutassa be azt az áldozatot, amit ilyenkor a Mózes harmadik könyve elrendel. Vagy két hím és egy nőstény bárányt, vagy legalább egy hím bárányt kellett áldozni. Nem volt egy olcsóság, ugyanakkor hozzáférhető, hozzájutható volt. Kedves testvérem, te, aki már meg gyógyultál, adtál áldozatot az Istennek? Ott van ez az ember, megparancsolja Jézus, hogy nem mondhatja el, hogy kicsoda ő. Neki meg az egyik első dolga, hogy elkezdi híresztelni, hogy ki gyógyította meg. Óriási dolog, hogy meggyógyul a leprából. Nyilvánvaló, hogy nehezen tudná az ember magában tartani, és ez a leprás nem is akarja magában tartani, de miért tiltja meg Jézus? Mert ő nem pusztán csodarabbi akar lenni. Ő nem azt akarja, hogy azért menjenek az emberek hozzá, hogy még adj gyógyulást, adj ezt, az, amazt. Még nem jött el az ideje, hogy felismerjék, hogy ő a világ megváltója. Hogy ő a bűntől képes megszabadítani, és a haláltól, nem pusztán csak a betegségektől. Amikor eljön majd az ideje, akkor el fogja azt is mondani. Vannak időszakok az életünkben,
amikor még nincs itt valaminek az ideje. És ha majd eljön, azt is fel fogjuk ismerni. Akarsz-e Jézussal járni? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan sok mindent akarunk, aztán kiderül, hogy mégsem akarjuk igazán. Sok mindenre rá mondjuk, hogy igen, ezt vagy avaszt szeretném csinálni, aztán kiderül, hogy mégse. És ott vagyunk, mint a példázatbeli testvérpár, ahol az egyik azt ígéri, hogy elmegyek, de nem ment el, a másik azt ígéri, hogy nem megyek, de mégis elmegy. Azért hát melyik cselekedte az ő atyának akaratát? Addulunk, hogy mi is a te akaratodat tudjuk cselekedni, és ne pusztán a magunkét. Hadd tudjuk alávetni magunkat neked úgy, hogy meglássuk, mi az, ami igazán jó és igazán fontos ezen a mai napon is. Légy kérünk mindazokkal, akik téged hívnak segítségül. Különösképpen kérünk a betegekért. Legyenek akár leprások, akár rákosok, akár más egyéb betegségük van. Úrunk, te könyörülj rajtuk. Kérlek, Uram, akard megtisztítani őket. Így imádkozunk, hogy ezen a mai napon is a te akaratodat tudjuk cselekedni mindannyian. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!